elment a karácsonyi adománydömpint, és a tapasztalatom az, hogy a karácsony előtt ugye nem célzott adományokat hoznak az adományozók, hanem ott a takarítás, ez úgy, én úgy nevezem, hogy a lomtalanítás utáni dolgokat hozzák el, és ugye ez nem fér bele a segények és a szükséget segítőknek a szükséget szenvedőknek a segítésében, mert ugye azt adom oda, amiből kettő van, és a jobbikat adom oda, a rosszabbik marad nekem. Tehát ez az emberi a lélek hozzáállás, és különösen, mikor olyan nagyon nehéz egy szegény, szociálisan hátrányos embernek a magánéletébe belépni, akkor még tiszteletlen vagyok azzal is, hogy sarok nélküli cipőt hozok be, és én csak azt tudom kiadni, amit behoznak, mert ugye mi abból azt tudjuk szolgálni, amit adományból élünk. Na, az adományok fogadásának azért a 18 év alatt szép példája is kialakulhat, hát a nevelés vagy a szociális kultúra kialakulása, az azért még ennek az adományozás kultúrájának kialakulása még gondolom várat magára, de vannak nagyon szép példák az idősek és a fiatalok körébe is. Igen. Tehát vannak olyan vállalkozók, akik folyamatosan, tehát nem csak karácsonykor és húsvétkor, hanem rám telefonál, hogy annak a fiatal családnak, akinek vittem valamit, most mire lenne szüksége, és behozza. Na, bocsánat, de ez az igazi, amiért érdemes nekem is ide járni. A családjaim volt, mert mindig most pedig már, ugye, mert a családsegítői alapszolgáltatás és a Vörös Keresztény alapszolgáltatás kötelező ellátója. Nem tudom, hogy hol volt, mert ebből van a legtöbb adomány. Viszont minden pénzeken az adományok segítségével, és ebben vagyunk az egyszer ilyen, hogy mások, hogy nem. Vagy konzervet, vagy tésztát megvádol, vagy attól függ, hogy tudom beszélni. Fő, úgy mondom, hogy annak van regisztrált lapja, de ugye családokat takar a 25 fő a mögötte, mert mindenki viszi a gyerekének, a szüleinek, a stb. Tehát azt még éppen most szorzószámmal vagyok, tehát azt még be kell szorozni, hogy ugye az országos központ úgy kéri, hogy hány család, hány szemét látunk el. És a 25 főből hát 6-7 látókörünkben lévő fiatalember van, aki fedél nélküli. Úgy fedél nélküli, hogy meghúzzák magukat valahol. Ők nem tiltakoznak a hajléktalanság meg hajléktalan kifejezés ellen is, mert nem hajléktalan, oda mennek. Viszont minden pénteken megetetjük őket, és még segítenek is. Aha. Tehát, hogy hozolni vagy? Nem. Hoznak olyan embereket, akik tényleg...